former Duke and Duchess de Grenoble. Hello. Arne Hüschböcke. Anthony Andrews, Csernák János, Jane Seymour, Freud Edith, és Jan McKellen, Dörner György főszereplésével. Bemutatjuk a Vörös Pimpernel című filmet. Készült Orci Emma bárónő, Vörös Pimpernel és Eldorado című regénye alapján. Zene Nick Bickett. A forgatókönyvet írta William Best. Rendezte Clive Dunner. ...1792 Párizs. Vagy a menyek. Halál az arisztokratáknak! Éljen soká a köztársaság! Halál az arisztokratáknak! Micsoda? A tieid már ott vannak. Ezek üresek, polgártárs. Azt a kis pénzt is irigyli, amit ezért kapok. Há, jól van, gyerünk. A következő Bolyó grófja és a családja. Ők azok ott. Kegyelmezzen, uram. Ne félj, fiam. Keresd vigaszt a Szent Bibliában, és megnyugszik a lelked. Nem magamat féltem, atyám, hanem a feleségemet és a kisfiamat. Ők nem csináltak semmit. Ártatlanok! Ártatlanok, ha? Ha mutat akár egyetlen arisztokratát, aki ártatlan, akkor az arcomba köphet. Na de ennek a kisgyermeknek miért kell meghalnia? Mindhármukra élet vár, a mi úrunk kegyelméből. Figyelj jól, fiam. Bátorság. Vigyék őket! Ne terjé már ki! És családja! Ők azok! Segíteni szeretnék. Erre. Siessenek. Légy bátor, fiú!
Maga az, Bivó őrmester? Igen, uram. Bolyó gróf és a családja megszöktek a börtönből. Nemrég kaptuk a hírt, hogy a Vörös Pimpernel ismét itt van a városban. Valószínűleg ki akarja őket szöktetni a városból. Lehet, hogy itt, vagy valamelyik másik kapunál. Tehát jól tartsák nyitva a szemüket. Hallottátok, fiúk. Minden kocsit át kell kutatnom. Jó ember, mutassa a papírokat. Minden rendben van, őrmester. Na jó, akkor nyissa ki a koporsókat. Nyissam ki a koporsókat? Jól hallotta. Rendben van. Hé, fiú, tedd, amit az őrmester úr mondott. De figyelmeztetem, őrmester úr. A Madame Guillotine áldozatai elég csúnyán festenek. De nézze csak meg, ha van hozzá gyomra. Tedd vissza! Mi van, őrmester úr, oda a humor érzi? Menjenek innen! Mozgás, takarodjanak! A másik kettő még ennél vissza. Tűnjön a fenébe! Nem hallotta? Pedig nem tudja, mit mondasztott. Tűnjön el! Nyissátok ki a kapu! Csak ne veszíts el a fejét! Mi a fenét röhögtök? Ki ez az ember, aki kockára tette értünk az életét? Ő uram, a Vörös Pimpernel. Egy órán belül hemzsegni fognak errefelé a katonák. Remélem épségben eléritek a kikötőt. Tudod az útvonalat? Változatlan? Változatlan. A hajóm már indulásra kész. Most indulj. Égóvjon. És veled mi lesz, Percy? Visszamegyek Párizsba, de hamarosan találkozunk. Siess haza. Gia! A Vörös Pimpernel. Írtam én, Báró Percy, Blakeney. Mindenütt kutatják, mindenütt keresik, de szegény franciák, jaj, sehol sem lelik. Angyalok közt jár fönn? Vagy lenn az ördögökkel? Ez a ravasz, titokzatos Pimpernel. Kérem, meséljen még nekünk a Vörös Pimpernelről, Sir Percy. Párizsban most másról sem beszélnek. Én nem tudok többet, kedves Suzanne. Csak annyit, hogy ő és a barátai megesküdtek, akit csak tudnak megmentenek Madame Guillotine-tól. Legalább azt árulj el, hogy ki ő. A Manóba, kisasszony, ha tudnám, én volnék Londonban a legnagyobb szenzáció. Hogy ki? Hát ez a legnagyobb rejtély. Mondja, Sir, tulajdonképpen mi az a Vörös Pimpernel? Nem más, mint egyszerű mezei virág. Közönségesnek is mondhatnám. Mégis mit akar ez a név? Bár annak a férfinak a cselekedetei magukért beszélnek. Több ilyen emberre volna szükség. Ördög és pokol, ez az egy éppen elég. Ez a fickó már éppen elég kellemetlenséget okozott nekünk. Kellemetlenséget? Igen, asszonyom. Ez a kis Pimpernel az oka, hogy a maguk forradalmárai mindenkit gyanúsítanak, akinek hazámhoz, Angliához bármi köze lehet. Ezer ördög és pokol. Ez a maguk forradalma visszataszító és borzalmas. Kérem, ne azonosítson minket ezzel a rémséggel. Nem tagadom, a forradalom nemes vállalkozásként indult, de ez... Mi magunk idéztük elő ezt az egészet, papa. Mi a francia arisztokrácia, a túlkapásainkkal és a gőgünkkel. A lányom igazságtalanul ítél meg minket. Tisztességes emberek vagyunk, és főleg ártatlanok.
Igazán súlyos bűnt kevesen követtek el. De ők az ártatlanokat is bűnösként kezelik. Hogy miért, azt fölöslegesnek tartják megmagyarázni, a feje tetejére állt a világ. De miért hunjuk be a szemünket és teszünk úgy, mintha mi sem történne, és közben bátor férfiak, mint ez a vörös pimpernel, helyettünk kockáztatják az életüket. Mi történt például ma? A barátainkat, gróf Bolyót, a feleségét és a kisfiát? Ó, ez nem lehet, ugye nem igaz? Nyugodjék meg, kedvesem. Az utolsó percben mindhárman megmenekültek. Hála a vörös pimpernelnek. Ó, hála az égnek. Az Isten áldja meg ezt a vörös pimpernelt, bárki is legyen. Szerintem egy angyal jár közöttünk áruhában. Amen. Húzódjon le! Kedves Márki, a büntettet figyelembe véve, nem gondolja, hogy a büntetés egy kissé brutális? Ez a forradalmár meggyalázta a lányomat! Induljon! Mi a véleménye? Egy kis úszásról. Segítség! Úgy látszik, a barátod fuldoklik. Szegény. Kimenthetnéd. Ugye ez is a tied? Ó, Istenem! Egy kis konyak jót tenne. Ó, hős lovak! Állj bosszút, értem! S jutalmad elnyered majd, ne félj! Haragvó bosszúdért! Margarit! Margarit! Ármon! Megsebesül, megsebesül! Egy férfi vár kint, azt mondja, menj azonnal! Most mi lesz? Indulok hozzá! És a harmadik felvonás? Drága Louise, ez az az alkalom, amiről mindig álmodoztál. Nem, nem lennék jó. Kifütyülnek. Remekül fog menni. Aztán nehogy kitúrja szerepemből. Gyorsan, indulj öltözni! Én rohanok Ármonhoz! Margarit! Ó, ó! Ó, szegény drágám! Mi történt veled? Két férfi, egyszer csak, ha ez az úr nem segített volna. Az öcsém és én a lekötelezettjei vagyunk, uram. Uram! Sir Percy Blakeney szolgálatára. De mindenki ezt tette volna a helyemben. Ha így gondolja, uram, bizonyára rosszul ismeri Párizst. Tudod, hogy kik voltak a támadóid? Saint-Cyr már kibérelte fel őket, ráismertem kocsijára. Az volt a célja, hogy megleckésztessen. Isten legyen a tanúm. Ezt még visszafizetem egyszer Márkinak. Gyere, drágám, hazamegyünk. Lábra tudsz állni? Köszönöm, egész jól vagyok. Durva leckét kapott. De a büntetést, azt hiszem, megérdemelte. Az öcsém még fiatal, és bizony forró fejű. A szívére inkább hallgat, mint az eszére. Volt olyan pimasz, hogy szerelmes lett Saint-Cyr lányába. E szerint manapság a szerelem is bűnnek számít? Csak akkor, ha a hölgy arisztokrata. Akinek az apja egy egyszerű nemeste, nem tart érdemesnek arra, hogy egy levegőt szívjon vele. Nem, bocsásson meg, haza kell vinnem az öcsémet. Várjon! Mikor láthatom magát? Az öcsém és én jövő vasárnap estét adunk. Rudr is lő. Jöjjön el, ha esetleg ráír.
Egy ilyen meghívást, kisasszony, az ember nem szalaszthat el. Jövő vasárnap. A házszám 27. Gratulálok. Gratulálok, drágám. Nagy sikert aratott a darab. Jegyet sem lehet kapni. Én arra számítottam, hogy üres lesz a színház. Ugyan, kedvesem, egész Párizs rajong érted. Mondd, drágám, hallottad, mi történt? Nem. Másról sem beszélnek a városban. Több mint 20 embert kivégeztek a Place de la Grève-en délelőtt. 23-at egész pontosan. Paul! Jó estét, kedves. Nagyon nehezen tudtam elszabadulni. Nagyon fáradtnak látszik. Jöjjön, ígyünk egy kis pezsgőt. Azt mondta, 23 embert végeztek ki Söblen. Igen, annyit. És lehetséges, hogy holnap még több lesz. Egészen addig, amíg ki nem írtottuk az utolsó áruló arisztokratát is. Kérem, ne tartson szónoklatot, Söblen. Képzelje, kedvesem, egész állónap őt kell hallgatnom. Szünet nélkül? Hát igen, így van. Ez az ifjú idealista nemrég lett a helyettesem. Tehát nincs más választása. Ezek szerint ön Paul Söblen? Fő megbízott, a Népjóléti Bizottságnál. Szolgálatára, kisasszony. Ő pedig a leendő nagy művésznő, Louise Lange a Nemzeti Színházból. Ó, hát persze! Ön ugrott be egyszer Margarit helyett. Gondolom, ön a felelős azért, hogy bebörtönzik és kivégzik ezeket a nem kívánatos arisztokratákat. Ez csupán a munkám egy kis apró része, kisasszony. Egyébként megállás nélkül hosszú és unalmas szónoklatokat körmöl. Hát most itt az alkalom, hogy ön is megtanulja, hogyan kell unalmas beszédeket írni. Nos, jól van. Az önök kedvéért most az egyszer visszafogom magam, és csak arra kérem önöket, kocincsanak. A köztársaságra. A köztársaságra. A köztársaságra. Úgy látszik, Bácz Báró nem osztozik a lelkesedésükben. Talán ön nem tekinti szívügyének a köztársaságot? Éppen ellenkezőleg, kedves Söblen. Igaz, hogy származásomat tekintve osztrák vagyok és arisztokrata, de biztosíthatom, hogy én a leghűségesebb híve vagyok a köztársaságnak. Az a gyanúm, hogy ön inkább a pénz híve, Báró úr. Annak adja a hűségét, aki a legtöbbet fizeti. Az az érzésem, kisasszony, hogy a jelenlétem itt nem kívánatos. Nem akarok több kellemetlenséget okozni, úgyhogy inkább most elbúcsúzom. Ez is azt mutatja, mennyire nyitva kell, hogy tartsuk a szemünket. Ki kell írtanunk az ellenséget, hogy ne érjen váratlan támadás. És hogy a vérnek is folynia kell, azt higgyék el, nálam jobban senki sem bánja. A trónörököst a templomban tartják fogva. Szentszír. Ó, hát itt van. Hogy lehetett ennyire udvariatlan? A báróhoz? Ő a vendégem volt. De érdemtelenül. Az a gyanunk, hogy titkos információkat szállít az osztrák kormánynak. Akkor miért nem tartóztatta le? Azért, mert nekünk is ő hozza a híreket. Az osztrákokról. Érti? Kevesebbért is kivégzés jár. Vérontás nélkül nincs forradalom. Ez a rövid időszak megtisztítja majd a népünket. És új magasságokba emeli. Ne emelkedjen túl magasra, Paul. Minden megváltozik majd. Dicső korszak vár ránk. És amire annyira vártunk, ami kettőnk élete is megváltozik majd. Akkor végre feleségül vehetem. És a miénk lesz a jövő. Sir Percy! No csak, kisasszony! Ön sokkal gyönyörűbb, mint ahogy az emlékeimben élt. Bár, ez szinte lehetetlen. Paul, ő az az úr, aki megmentette Armand. Paul Söblen, a Népjóléti Bizottság fő megbizottja. Sir Percy Blakeney. Nagyon örülök. Uram, megtisztelő, hogy nagybecsű személyét megismerhettem. Polgártárs. Bocsánatot kell kérnem a késlekedésemért. Ahány kocsi jött, mindegyik foglalt volt. A Manóba is. Ha önök nem kiáltották volna ki, hogy mindenki egyenlő, nem utazhatnának annyian kocsin. Ezt úgy értsem, hogy ön nem hívve a mi forradalmunknak? Az őszinte hűség, szerénységem szerint, csak annak jár, ami tökéletes. Én úgy vélem, kevesebb lelkesedéssel többre mennének. Hadd mondjak valamit. Még egy forradalmárnak is adnia kéne az öltözködésére, legyen bármilyen elfoglalt.
Az a gyanúm, hogy az ön szabója áruló. Áruló? Mi franciák büszkék lehetünk a szabóinkra. Hogy mondhat ilyet, kedves barátom, ilyen öltözékben megjelenni valamelyik londoni estén egyenesen sértő lenne. Bocsásson meg, uram, de hát hogy áll ez a nyaksál? És a többi? Micsoda ügyetlen férc munka ez? Jajajajajajaj. Jól látok, rongyos a mandzsettája. Ezer ördög és pokol, még nézni is rossz. Nem, uram. Ha csak erre képesek a híres szabóik, jobban tennék, ha őket küldenék. A guillotine alá. Ehelyett mi a királyunkat küldjük oda, és a szabóinkat emeljük a helyére. Ez bizony rosszul teszik. Mert ahol a szabók uralkodnak, ugyan ki fog ruhát varni? Talán ennyit a francia divatról és a francia politikáról. Remélem beszédem nem sérti, ugye érti? Látja, foglalkozom a költészettel is. Fogadjunk, nem gondolta volna rólam, nem de? Nagyon élveztem a társaságát, Sir Percy. De ha megbocsát, még beszélnem kell egy-két emberrel odakint. Marguerite, kedvesem. Nem lenne szabad Chauvelin ilyen csúnyán kigúnyolnia. Nagy hatalma van a kormányban. Nem tudta, hogy ő Robespierre bizalmi ember? Az egyetlen hatalom, ami e pillanatban rabul ejt, az az ön tekintete és szépsége. Túlzásba viszi az udvarlást, Sir Percy. Nem, kisasszony. Ön megbabonázott. Ha a hangot adnék az ön iránt érzett csodálatomnak, ugye azt gondolná rólam, faragatlan fickó. A csodálatának? Azt kívánja, hogy őszintén megvalljam, amit érzek. Ön bizonyára tréfál, hisz még alig ismer. Sajnos alig. De szeretném minél jobban megismerni. Kérem, mondjon el mindent magáról. Részletesen. De ne siessen. Könyörgök, ne siessen. Hogy sokáig hallgathassam, és nézhessem. Nem tudom, hogy ő megőrült, vagy... Szerelmes vagyok, ami ugyanaz. Talán nem mondja ki, de maga is így érez. Maga aztán nem sokat alkozott. A szívem diktálja a tempót. Jó reggelt, Robespierre polgártárs. Köszönöm, Ponszó. Chauvelin, ebben a jelentésben az áll, hogy a királyi családtagjait meg akarják szöktetni. Különösen az ifjú trónörököst. Azonnal megerősítettem az őrséget, polgártárs. És még valami. Van egy áldáz ellensége a köztársaságnak, aki mindig kicsúszik a markunkból. Ez az ember veszélyesebb, mint az összes többi együtt. A Vörös Pimpernel. Bocsásson meg, polgártárs, de ez a Pimpernel csupán egy-két bűnöst szöktetett meg a több százból. Túl nagy jelentőséget tulajdonítunk neki. Épp ellenkezőleg. Sikeres és bravúros akciói már a köztársaság létét fenyegetik. A köztársaság léti? Hát persze, hiszen reményt ébreszt mindazokban, akik vissza akarják állítani a királyságot. Ugye érti már, Chauvelin, hogy ennek az angol úriembernek a működése nagy veszélyt jelent a számunkra. Mondanom sem kell, hogy aki elkapja, egy egész nemzet megbecsülését nyeri el. Nem beszélve arról a bizonyos kinevezésről. Tehát igyekezzen, Chauvelin. Mindent meg fogok tenni, polgártárs. Na és fiatal barátunk, Armand Saint-Just, hogy vált be? Hát igen, a fiatal úr kissé önfejű. De azt hiszem, egyszer még sokra viszi. Értesítse az embereit, hogy a trónörököst a templom börtönben tartják fogva, szenszér. Sir Percy Blakeney van itt, kisasszony. Engedje be, Anne. Bocsásson meg, hogy megvárakoztattam. 11-re vártam. Rengeteg időm betellett, amíg találtam egy megfelelő kosarat. Egy megfelelő kosarat?
Arra gondoltam, ki kocsizhatnánk. Percy! A papírokat! Kérem a papírjaikat. A Manóba. Nem ismeri fel Franciaország legbájosabb színésznőjét? Bizony csak, aki vak, az nem ismeri fel Margarit Sanchez kisasszonyt. Hé, fiam! Nyisd ki a kaput! Engedd ki ezt a kocsit! Igen, nagyon jó. Remek. Nagyon köszönöm. Fene egye meg ezt a Pimpernert! Most Leo hercegét szöktette meg! Rejtély, hogyan tűnhetett el, polgártárs. Rengeteg arca van, de én most már biztos vagyok benne, hogy el fogjuk kapni. Hogyan akar megtalálni egyetlen egy angolt milliók közt? Kizárásos alapon, uram. Az a bizonyos angol úriember sikerrel adja ki magát franciának. Ebből következik, hogy valószínűleg előkelő családból származik, ahol francia kisasszonyok nevelték. Talán valamelyik francia egyetemen is tanult. Egy szóval, ez az ember kétségtelenül arisztokrata. Ez a magyarázata az akcióinak, és ez megkönnyíti a mi dolgunkat is. Gyanítom, hogy Londonban a társasági élet központi alakja lehet, és ez az a nyom, amit szerintem követnünk kell. Van benne valami, Ponszó? Amíg Franciaországban van, óvatosnak kell lennie. De a saját hazájában, ha? Önt kinevezem követnek az angol királyi udvarba olyan hamar, ahogyan csak lehetséges. Ponszó majd elintézi a részleteket. Köszönöm ezt a nagy megtiszteltetést. Nem gondolja, hogy hasznos lenne, ha segítségemül kérnék egy olyas valakit, akit már ismernek az angolok, és akiben megbíznak? Gondolom, már ki is szemelt valakit. Azt a férfit javasolnám, aki a nemrég eltávolított királyunk londoni nagykövete volt oly sokáig. Szeretem a cinizmusát, Chevlen. Minden esetre Tourné hercege a legmegfelelőbb ember. Küldje el érte gyorsan az ifjú Armand Saint-Justet. Ne menjen el hozzá, Henri. Biztosíthatom, asszonyom, hogy Robespierre polgártárs államügyekről kíván tárgyalni a férjével. Robespierre? Egy kígyóban is jobban megbíznék. De engem kisgyerekkorom óta ismernek. Szavamat adom, hogy senki sem fogja bántani. Tessék, na látod, mama? Armand a becsület szavát adta. Vacsorára már itthon leszek.
Ki elrablott szememtől a napfényt. Nincs hatalmam ellened. Indulnom kell az árnyak közé. Percy! Percy! Én úrnőm, sürgősen vissza kellett térnem Angliába. Bocsásson meg, hogy búcsúcsókra már nem jutott időm. Sírik hű hódolója, Percy. Kémkedjek? A volt ismerőseim és barátaim után? Tehát visszautasítja? A leghatározottabban. Maga őrült. Vigyék a templbe. Egy kis börtönélet talán majd észhez téríti. Lovas klub London közelében. Nem akarod megduplázni a tétet? Andrew! Még 100 gini, hogy nem vered meg! Kapaszkodj a lovam farkába! Lárisan! Ha ugyan utol tudsz érni! Percy mindig is jól értett a lovakhoz. Hát igen, és a szegény barátunknak 100 guineébe került. Minden angol ember büszke lenne arra, hogy csatlakozhat a Vörös Pimpernelhez. Épp erről van szó. Minél többen vagyunk, annál több lehet az áruló is. Nem, barátaim. Ha győzni akarunk, meg kell őriznünk a titkunkat. Nem fedhetjük föl magunkat. Még akkor sem, ha az emberek gúnyolnak minket emiatt. Ha ostobának tartanak, féleszűnek, hólyagnak, sőt, gyávának. Ez a dolog könnyebb része. Sokkal nehezebb megállni az, hogy ne dicsekedjünk el a tetteinkkel a hölgyeknek. Tony! Mi történt, barátom? Mondd már, mi nyomja a szíved? Kivégezték 16. Lajost. A királynét is? Őt is a guillotine alá küldték. És a kis trónörökös? A szegény kisfiút bezárták a templbe. Van még valami. A barátod, a Tourné hercegét is elfogták és a templbe hurcolták. A családja? Szerencsére. Őket eddig még nem bántották. Nincs vesztenivaló időnk. Andrew, te állíts fel egy futárláncot. Azonnal indulok Párizsba. Vidd el ezt a forradalmi gárda kapitányának. De siess vele! Igen, uram. Nem látja, hogy dolgozom? Ön letartóztatta Tourné herceget? Le. Robespierre polgártárs parancsára. De én a becsület szavamat adtam neki. Hadd emlékeztessem, hogy ön elsősorban a köztársaságot tartozik szolgálni, és nem Tourné hercegét. Elmehetsz. Te is. Kedves jó Armand. Az ilyen érzelmek, különösen egy arisztokrata iránt, soha nem szülnek jó mért. Kihasználtak engem. Igen, és ameddig a bizottságot szolgálja, ki is fogjuk használni. És most, fiam, vigye ezt el a forradalmi gárda kivégzéseket irányító osztagának kapitányához. Na.
Kapitány! Meg kell gyorsítani a kivégzéseket, mert már nincs több hely a börtönökben. Megmondhatja Sövlen polgártársnak, hogy ha ő jobban ért ehhez, jöjjön ide és csinálja helyettem. Jót tenne neki, ha az ő rózsaszín kezecskéje is bepiszkolódna néha, nézze csak! Az Isten szerelmére, mentsen meg! Esküszöm, nem vagyok bűnös, higgy el! Kár a szóért, kisasszony, ő is azok közé tartozik, akik halálra ítélték. A jóisten irgalmazzon maguknak, mert ha nem, pokorra jutnak ezért! Mi baj van? Rosszat álmodtam. Szörnyű rosszat. Arról a kivégzett nőről? Nem róla, Margaritról. Őt vezettem a giotin alá. Az ő feje hullott le. Ó, Istenem. Mit tettem? Értesítse az embereit, hogy a trónörököst a Temple börtönben tartják fogva. Sensi. Kedvesem! Margaret, szerelmem. Paul! Mi az, drágám? Úgy néz rám, mintha szellemet látna. Ó, csak meglepődtem. Mit rejteget a kezében? Ezt nekem kéne megkérdeznem. Nincs joga kutatni a holmiaim között. De igen, hogyha hazaárulásról van szó. Hazaárulásról? Remélem, nem gondolja, hogy nekem ehhez bármi. Paul! Esküszöm, véletlenül találtam meg ezt a levelet. Jó, de miért nem hozta el nekem? Nem tudtam, mit tegyek. Előbb meg akartam győződni arról, hogy tényleg fontos-e ez annyira, hogy leleplezzem őket. Hogy leleplezze? Hogy jelentsem a bizottságnak. Ó, kedvesem, nem én vagyok egy szemében a bizottság. Én csak az a férfi vagyok, aki szeretné feleségül venni. De ön a bizottságnak dolgozik. Nem az lenne a dolga, hogy jelentse? Van, ami még ennél is fontosabb. És az ön. Lehetséges, hogy nem mindig látszik rajtam. De nagyon szeretem. Higgy el. És szavamat adom, hogy soha nem árulom el a titkait. Bocsásson meg, Paul. De azt meg kell mondanom, hogy kötelessége ezt hivatalosan is jelentenie nekem. Akkor is, csak is akkor megteszem a kellő lépéseket. De akkor Saint-Cyrt kivégzik, és talán az egész családját is. Hazaáruló. És itt az alkalom, hogy megfizessen neki, amiért az öccsét megverte. Nem gondolhatja komolyan, hogy bosszúból őt és az egész családját emiatt a halálba küldöm? De hát arisztokraták, értse meg! Sose bocsátanám meg magamnak. Ebben az esetben egy nap talán majd felelnie kell ezért. De a lelki ismeretem tiszta marad. Hol a régi lelkesedése? Csalódtam önben. Ha ezt úgy érti, hogy nem vagyok kellőképpen vérszomjas, hát igaza van. De hiszen azelőtt a mi pártunkon állt. Igen. De a forradalom már nem az, ami volt. Talán mi ketten sem ugyanazt akartuk. Ami úgy indult, mint egy szép álom, most már rémlátomás. Az igaz ügy is aljassá válik aljas emberek kezében. Nem nehéz kitalálni az okát. Ennek a hirtelen pálfordulásnak. Ön mostanában az arisztokraták társaságát keresi. Kedves Paul, hát csak nem féltékeny. Tehát nem kéne annak lennem. Talán az megvigasztalja, hogy Sir Percy már 2 héttel ezelőtt visszament Angliába. Ezek szerint ön nem tudja. Micsodát? Hogy visszajött. Párizsba. Tudja, megdöbbentő, hogy egy ilyen finom hölgy, mint ön, kellemesen érzi magát egy pojáca társaságában. És ha most megbocsát. Várnak a teendőim. Oh, pardon. Kedves, hogy így várt, polgártárs. Esküszöm, magánórákat vett. A nyaksál úgy áll, mint a parancsolat. Menjen már az utamból maga. Idióta. Percy! Tudtam, hogy visszajön. Ó, kedvesem,
Boldoggá tesz, hogy így örül nekem. De a barátja nem volt túl barátságos, elvesztette a humorérzékét. Ennek csak a diéta lehet az oka. Ne vegye ezt annyira könnyedén, Percy. Shevlen rettentően féltékeny. Komolyan megijesztett. Megijesztette. Butaság. Szeretném, ha elfelejteni Shevlent. És minden férfit, akit ismert. Kivéve engem. Ó, milyen könnyű lenne ez. Néha ön annyira titokzatos. Szintén színész talán. Egy rejtélyes színdarab szereplője. Már megmondtam kedvesem, hogy amiben nem szabad kételkednie, az az őszintesége. Tudom, hogy a maszk mögött ott az igazi Percy Blakeney. Ő az, akit meg akarok ismerni. Így lesz szerelmem, ha eljön az ideje. És mikor jön el? Legyen a feleségem. És akkor egész életét ennek szentelheti. Soha, soha, soha! És semmi sem változtatja meg a véleményemet. Így gondolja valóban? De kíváncsi vagyok, mivé lennének ezek a szép és nemes elvek, ha mondjuk a családját is idehoznánk, láncra verve. Azt nem merik. Holnapig még meggondolhatja magát. Szeretném figyelmeztetni őket, és segíteni nekik a szökésben. Hát figyeljen, kedves fiam! Nem azért mentettem meg annak idején Saint-Cyr embereitől, hogy most levágja a fejét az a csúnya guillotine. Szólt? Én már döntöttem, Percy. Figyelmeztetni fogom a turné családot, és erről nem tud lebeszélni. Nem is akarom önt lebeszélni. Mi a véleménye? Be tudna jutni a börtönbe még ma éjjel a herceghez? Igen, azt hiszem. De hát miért? Tudja, van egy tervem. Ó, tehát van egy terve. Önnek, akivel képtelenség másról beszélni, mint a divatról. Ugyan, Percy, komoly dologról van szó. Tudom. Halálosan komolyról. Meg kell mentenünk a turné családot, de ön nem esett áldozatul. Ön sokkal nagyobb szolgálatot tehet nekünk, ha Shevlen mellett folytatja a munkáját. Kinek tehetek szolgálatot? Miről beszél? Meg kell esküdnie mindenre, ami önnek szent. Hogy amit most halt tőlem, azt nem mondja el senkinek. De Percy... Még Margaritnek sem. Teljesen megőrült. Esküdjön. Esküszöm. Felismeri ezt a jelet? Olyasmi, mint valami virág. Így van. Ez a vörös pimpernel. Hogy végre valahára megjött az esze. Nem tehettem mást. Igen, ez volt a tervünk lényege. Azonnal indul Londonba. Fegyveres kísérettel. Mihelyt odaért, elfoglalja helyét a francia követségen, hogy aztán majd bevezethessen engem a főúri társaságba. Na és a családom? Ők itt maradnak Párizsban. Á, tehát a családomat nem zárják börtönbe, csak Tuszként tartják fogva. Igen, ez a tervünk lényege. Vigyázzanak a barátunkra! Az anyja az oka. Így van. Mindig az anya keze van az ilyesmiben. Bizony. Na, öreg anyám, hadd lássam a papírokat. Hát, azt hiszi, arisztokrata vagyok. Szóval boros hordókat szállít. Na jó, én azért megnézem őket. Uram, én nem tenném a maga helyében. Ó, a legjobb bordói.
Ne bántsa szegény őrmester úr! Ő az unokám! Jöjjön ide, uram! Szeretnék mondani valamit, őrmester úr! Szegény fiú! Pestises! Pestises! Megmondtam, uram, figyelmeztettem! Vigyelj innen azonnal! Nem hallja, menjen már! Jól van! Itt vannak a papírok is! Köszönöm, őrmester úr, köszönöm! Gyerünk! Kaput kinyitni! Papírokat! Kérem a papírokat! Egy öreg asszony fog erre jönni szekérrel. Azonnal tartóztassa le. Már elment. Legalább 5 perccel ezelőtt. És maga kiengedte? Ő volt a Vörös Pimpernel. Nyissa ki a kapukat! Minden jól ment? Mint a karikacsapás. Jó. Induljatok, mert mindjárt besötétedik. Még hosszú út vár rátok. Kisasszony, erre parancsoljon. Szavakkal ki sem fejezhető a hálánk, uram. A Vörös Pimpernelnek tartoznak hálával, nem nekem, hercegnő. Én azt hittem, hogy ön a Vörös Pimpernel. Én a nyomába se érek. Sajnos nem vagyok elég bátor. Én még nem találkoztam önnél bátrabb úrral. És csinosabban sem. Susan! Sietnünk kell, még veszélyben vagyunk. Köszönjük, uram. Ön bizonyára hasonlít az édesanyjára. Csúf kiskacsa vagyok hozzá képest. Azt mondják, ő volt a legszebb mennyasszony Párizsban. Azt hiszem, most már pontosan értem, hogy miért megy a legvonzóbb hölgy egy fölfújt hólyaghoz feleségül. Értesüléseim szerint ő a leggazdagabb nemes Angliában. Kérem, távozzon, uram. Amint látja, sajnos most nem érek rá. Azért jöttem, hogy megkérdezzem, végül mit kíván tenni Saint-Cyr Márki levelével? Az az én dolgom, és nem az öné. De igen, az enyém. Mint a Népjóléti Bizottság fő megbízottja. Megkérdem, teljesíti-e állampolgári kötelességét? És feljelenti a Márkit? Mi van, ha nemet mondok? Akkor majd én teszem meg ön helyett. A becsület szavát adta nekem. Margarit. Ön kényszerít erre. Értem. Tehát csúnyán rászedett. Úgy látszik, mindketten félreismertük a másikat. Párizs. Temple börtön. Ébresztő! Látogatókat hozok. Pihennie kellene a szegény kis árvának. Miért nem hagyott békén?
Hallgass, asszony! Tessék, itt van báró, az ifjabb Lajos, a királyunk, személyesen. Na mi a baj? Talán valami bántja azt az érzékeny lelkét. Jól bánnak itt felségeddel? Elég jól. Állítsa a földűvál, hadd lássa jól az. Nem, ez nem szükséges. Láttam, amit akartam. Köszönöm. Kedves Márki, mindenütt nyüzsögnek az őrök. Itt áll egy, itt is, itt is, itt is, és itt is. Ebben a részlegben lakik az a házaspár, akik a trónörökös gondját viselik. Látja tehát, hogy egyszerűen képtelenség kihozni onnan ezt a szegény kisfiút. A köztársaság nevében! Így is! Azonnal nyissák ki! Letartóztat élet! Mit jelentsen ez? Arancsot kaptam, hogy letartóztassam Saint-Cyr Márkit. Egy pillanat, kapitány. Egy pillanat. Talán tekintse meg ezt. Mentelmi bizonylat. Ön Bácz báró? Én vagyok. Amint látja a papírt, Fouquet polgártárs írta alá. Engedjék el! Tudni akarom, mi a vád ellenem. Árulás. Árulás? Ki vádol árulással? A nevét. Mondja meg a nevét. Hát nézze meg. Rajta van az elfogadási parancson. Marguerite Saint-Just. De hisz, nem is ismerem a hölgyet. Ígérem neked, Marguerite, hogy hű férjed leszek. Én, Marguerite, ígérem neked, Percy, hogy hű feleséged leszek. Fogadd ezt a gyűrűt, hűségem zálogául. Esküszöm, hogy bajban és örömben melletted állok majd. Esküszöm, hogy szeretlek, és szeretni foglak. Holtomiglan, holtodiglan, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Reggel indulunk Londonba, és Armand pár nap múlva követ minket. Pár nap múlva? Olyan hamar? Hát persze, Chauvelin minél előbb el akarja foglalni az új posztját. Nézd meg őt, Tony. És ismerd el, hogy én vagyok a földön a legszerencsésebb férfi. Úgy vonz mindenkit ez az asszony, mint a méz a méheket. Tegény Louise, mindannyian itt hagyunk téged. Én megkértem, hogy jöjjön velem, és legyen a feleségem. Akkor sohasem lesz belőle nagy színésznő. Ne menj hozzá, szívem nem ér annyit. Hogyan szándékozik eleget tenni Robespierre parancsának most, hogy a turnék kicsúsztak a kezünk közül? Azt hiszem, találtam már valakit turné herceg helyett. Lehet, hogy jobb lesz, mint az eredeti. Csak nem Marguerite Saint-Just? Nem, hanem Sir Percy Blakeney felesége.
Minden előkelő londoni ház ajtaja nyitva lesz előtte, és mindenkiről pontosan tudni fog mindent. Ő persze még nem sejt semmit, de Lady Blakeney fog elvezetni minket titokzatos barátunkhoz, a Vörös Pimpernelhez. Soha nem láttam még ilyen boldognak. Megvan rá a jó oka. Hiszen ma feleségül mehetett ahhoz, akit szeret. És bosszút állhatott azon, akit gyűlöl. Kit tudna ő gyűlölni, báró? Saint-Cyr Markit. Azért, amit az öccsével tett. Na és miféle bosszút állhatott ő a Markin kedves barátom? Természetesen följelentette árulásért. Miért gondolja, hogy a feleségem jelentette föl? Ugyan, kedves Sir Percy, előtte nem kell megjátszani a magát. A saját szememmel láttam az elfogatási parancsot. Én ezt nem tudom elhinni. Ott állt az alján a felesége neve. De ne féljen, én nem beszélek. Hiszen az én diszkréciumra mindenki számíthat. Percy, Percy, ne! Azt az embert ki fogják végezni ezért. De kedves Sir Percy, hát nem hallotta? Saint-Cyr Markit és az egész családját már ma hajnalban lefejezték. Mindegyiküket? A gyerekeket is? Hát persze. Sir Percy, én azt hittem, hogy ön tudott erről. És úgy gondoltam, hogy... Bocsásson meg. Őszintén sajnálok. Soha nem tudhatja meg, hogy én bármit is sejtek. Hiszen most készülünk a legveszélyesebb akciónkra. Hogy megmentsük az ifjú trónörököst. Ettől a perctől kezdve nem bízhatunk benne. Mert az árulás végzetes lehet. Ó, édes Istenem! Hogy fogom eltitkolni előle? Hogy mennyire undorodom attól, amit tett? Ugye jó kisfiú vagy, vedd be az orvosságot, mondd el szépen az estémát, és aztán lefekedsz. Miféle orvosságot ad maga neki? Ne aggódjon, polgártárs, az csak jó erős konyak.
Nyisd ki a szád. Tudod, hogy mennyire haragszik Duval papa, ha nem iszod meg az utolsó cseppig? Igen, így kell viselkedni. Ezek az urak itt szeretnék hallani, hogy válaszolsz a kérdésekre. Hogy hívnak? Louis Charles Capé. Hangosabban. Louis Charles Capé. Hány éves vagy? 8. Állampolgárságod? A francia köztársaság polgára vagyok. Apád neve? Louis Capé. Foglalkozása? Volt király, zsarnok és áruló. Miért halt meg? Mert a nép így akarta. Ki volt az anyád? Mária Antoinette-nek hívták. A foglalkozása? Volt királyné és szajha. És ő miért halt meg? Mert a nép így akarta. Na és hogyan emlékezel meg róluk? Úgy, hogy a sírjukra köpök. Hangosabban! Úgy, hogy a sírjukra köpök! Még hangosabban! Úgy, hogy a sírjukra köpök! Csak így tovább. A gőgös dac még most sem tűnt el azokból a királyi szemekből. Erre figyeljen oda, Fouquet. A miénk kell, hogy legyen a lelke is. A Blakeney birtok, Richmond, Anglia. A Manóba. Hány óra van? Nagyon el fogunk késni ő felsége kerti ünnepségéről. Sajnos nem tudok veletek menni, várnak a követségen. Sövlen beszélni akar velem. Tudsz valamit a futárról? Semmit. Nagy baj. De kérdezősködtél. Veszélyes volna. Sövlen az égvilágon mindenkire gyanakszik a követségen, még rám is. Felbecsülhetetlen értékű szolgálatot tettél nekünk az elmúlt pár hónapban. A te segítséged nélkül semmit se tudnánk a fiú sorsáról. Ha arra gondolok, mit művelnek azzal a gyerekkel. De miért? Mit akarnak elérni ezzel? Azt, hogy ne legyen érdemes megszöktetni. Kevés időnk van. Sürgősen lépnünk kell, amíg nem késő. Van már terved? Csak arra várunk, hogy valami változás történjen a fiú megszokott életében. Akkor kell cselekednünk. Az lesz a mi pillanatunk. És az utolsó lehetőségünk. Ezért olyan fontosak a Párizsból érkező hírek. A változásról azonnal tudnunk kell. Á, kedvesem! Indulhatunk? Brentmore hercege és hercegnéje! Holderné hercege és leányai! Lady Bregmont és Lady Darlington! Sir Percival és Lady Blakeney! Azt mondják, hogy csak a pénzért ment hozzá feleségül. Egy magasrangú hölgy nem választotta volna ezt az idiótát. Mégis egészen boldognak látszanak. A látszat néha csal, drágám. Percy a legdivatosabb úr, mint mindig. A Manóba felség, ezt az átkozott nyaksálat nem tudtam rendesen föltenni. Kérem felségedet, nézze csak meg jól. Épp úgy fest, mint egy tűpárna. Ez nagyon komoly vétség. A férjem nagylelkűen elhallgatta, hogy én vagyok a hibás mindezért. Ah, igen. Ebben az esetben minden megbocsátok. Mondja csak, hogy érzi magát nálunk ön a kis francia szökevény? Szökevényt mondott felséged? Én itt fogoly vagyok. Nem kényszeríti semmi, hogy maradjon. De igen, felség. A férjem iránt érzett őszinte szerelmem. És az ön nagylelkűsége is jósága. Tudja, Percy, nagyon irigylem. Jól vigyázzon rá, mert egy óvatlan pillanatban esetleg megostromlom a várat. És elrabolom az úrnőt. Hogy utolhatnak a színésznő, csak jelentkezett. Margarit! Percy! Nem fogjátok kitalálni. Andrew megkérte a kezemet, és a papa beleegyezett a házasságba. A Manóba. Nagyon helyesen tetted. Gratulálok, barátom. Susan, én is nagyon boldog vagyok. Susan, megtiltom, hogy ezzel az asszonnyal szóba állj. Mama, mit mondtál? Vér tapad a kezéhez. Most hallottuk, hogy ő jelentette fel Saint-Cyr Markit. És ő az oka, hogy lemészárolták az egész családot. Kérem, hercegné. Ezt nem tudja letagadni, lady. Egyszerűen nem válaszolok az ilyen vádaskodásokra. Ez nem tárgyalás. És ön nem a bírám. Ehhez igaz, hölgyem. Az Isten lesz az ön bírája. Ön egy szót sem szól, uram? Igazán nem tudom. Mit is mondhatnék? Tehát nem védi meg a felesége becsületét?
A Manóval, kedvesem. Talán kihívjam a szegény hercegnét párbajra? Jöjjön, hercegné, mindjárt kezdődik a zene. Jöjjön! Ezek szerint végre alkalmat talált, hogy megfizessen Saint-Cyrnek. Gratulálok! Ön valóban elhiszi ezt? Talán mást kéne hinnem? Ó, Susan! Most mit tegyek? Elvesztettem a férjem szerelmét. De nem tudom miért. De hisz Percy még a lábad nyomát is megcsókolná. Valaha régen így volt. Párizsban. Most már otthon is azt a felfújt hólyagot játssza, amit az emberek előtt. Néha, mintha undorodna tőlem. Van, hogy úgy érzem. Talán mégis szerelmes belém. Mikor észreveszem a szemét, azt a régi fényt, azt a kedves mosolyt. Mivel szolgáltam rá a megvetésére. Jó éjt, kedvesem. Szép álmokat. Ne hagyjon most magamra. Sajnálom. Nagyon álmos vagyok. Egyébként is holnap reggel korán Londonba kell érnem. Csak zavarnám önt. A Szabóihoz megy, ugye? Nem egészen, hanem a cipészemhez. Ez a lábbeli már teljesen ódivatú, és különben is annyira unom már. Ó, Percy. Mi történt köztünk? Hol az a férfi, akihez hozzámentem? De hiszen, kedvesem, itt áll ön előtt. Ó, nem. Én most csupán egy álarcot látok, amely mögött ott a férfi, akit szerettem. Ön valamilyen furcsa szerepet játszik. Nem tudom miért. De érzem, hogy így van. Talán, hogy távol tartsa magától az idegeneket. És most már engem is. Egyszer régen megígérte, hogy ha eljön az ideje, meg fogom tudni, hogy ki ön. Most még kevésbé tudom, mint akkor. Hát, talán nincs is mit megtudnia. Ezt nem hiszem el, mert nem akarom elhinni. Az a férfi, akit szerettem, most is létezik valahol. Én csak őt szerethetem. Senki mást. Jó éjt, kedvesem! Vigye el ezt Andrewnak, Chivers. Igenis, uram. Ez pedig a futáré, ha megérkezett. Igen, uram. Csak ezt a levelet találta a futár táskájában. Igen, polgártárs.
Így állunk. Ifjú helyettesem kémkedik a Vörös Pimpernelnek. Jól tettük, hogy elkaptuk azt a futárt. Hozza ide Armand Saint-Justöt. Nem akarom, hogy Párizsba menj. Kérem, Percy, beszélj rá, hogy mondjon le az állásáról, és maradjon itt. Louise ide utazik, összeházasodtok, és itt maradtok. Micsoda szörnyű kilátások? Mit tett szegény Armand, hogy házassággal büntetné? Kérlek, Percy, muszáj így kínoznod szegényt. Legalább lehetőséget adhatnál neki, hogy megmagyarázza. Gondolj csak el, Armand. Ha igaz, hogy elárult a Saint-Cyrt, akkor bármilyen szörnyűségre képes, még arra is, hogy Chauvelinnek kémkedjen. Meg kell kérdezned őt. Milyen bizonyítékod van egyáltalán ellene? Amióta itt van Angliában, egyszer sem próbált kapcsolatba lépni Chauvelinnel. Nem merem megkockáztatni. Senki. És semmi nem lehet fontosabb, mint a trónörökös megmentése. Még Margaret sem. Én is szenvedek attól, hogy ennyire boldogtalan. És hogy te már nem szereted. Azt hiszed. Halálom napjaig szeretni fogom. Ez a tragédia. Gyere! Elkísérlek Doverig. Sok mindent meg kell beszélnünk. Miért küld téged Chauvelin épp most Párizsba? Ez nekem nem tetszik. Minden esetre talán jó hírekkel térsz vissza Párizsból, és akkor megkezdhetjük az akciót. Ez aztán a meglepetés. Nem nagyon kellemetlen, remélem. Nem találkoztunk, mióta Londonba jött. Mit óhajt, uram? Valóban, nagyon hasonlít. Különösen a szeme. Benne van az a láng és a csillogás. Bár a szomorúság hiányzik. Szomorúság? Úgy látszik, a festő nem vette észre azt, amiről már egész London beszél. Ugye mi lehet az? Hogy a hölgynek nem boldog a házassága. Tehát ön hisz ezeknek a mendemondáknak? Nézzen rám, és úgy mondja ki, hogy a férje boldoggá tudja tenni. Azért jött ide, hogy sértegessen? Tehát az igazság sérti önt. Én tudom, hogy olyan férjet érdemelne, aki kielégíti a vágyait. Arra céloz, hogy ön ilyen fér lett volna? Valaha én is jó voltam önnek. Soha nem eléggé jó. Kérem, törődjön a saját dolgával. Vagy talán az a dolga, hogy elcsábítsa Sir Percy feleségét? Azért jöttem, hogy a segítségét kérjem. Együtt fogjuk kideríteni, hogy ki az a Vörös Pimpernel. A Vörös Pimpernel? Ön tréfál? Honnan tudhatnám én, hogy kit fedez a név? Ön a londoni társaság kedvence. Mindenütt jelen van. Mindent lát és hall. És mindenről tud. Lassan a teste. Azt akarja, hogy kémkedjek magának. Ne. Franciaországnak. Visszataszító az ajánlata, uram. Akárki is legyen az a férfi, biztos, hogy bátor és nemes lélek. Tehát visszautasít, ugye? Valóban azt hitte, hogy segíteni fogok önnek? Azok után, hogy az én nevemben küldte a halálba Saint-Cyr Markit és a családját? Akkor inkább magam megyek a giotin alá. Nem ön, hanem az öccse. Armand, miről beszél? Kapcsolatban áll a Vörös Pimpernellel. Ön is tudja, hogy ez lehetetlen. Itt a bizonyíték, amit ha kell, fölhasználok ellene. Ezért ajánlom, hogy tegye, amit mondtam. De hát ez zsarolás. Nevezze, aminek akarja, de ha nem kapom el Pimpernelt, meghal az öccse. Gondolja végig. Ma este válaszolnia kell. Lord Grenville bálján. Ajánlom, hogy ez a beszélgetés maradjon kettőnk közt. Ne mondjon senkinek semmit. Még annak a tökfilkó férjének sem.
Bocsásson meg, ha megijesztettem. Elkalandoztak a gondolataim. Milyen gyönyörű így. De régen volt, hogy egyáltalán észrevett. Ugyanasszonyom. Vak lennék, ha nem venném észre. Ebben a ruhában ön lesz a bál szépe. Árulj el, miről gondolkodott olyan nagyon, amikor az imént bejöttem? Percy, ugye ön Sir Andrewt már régóta ismeri? Együtt jártunk iskolába. Miért kérdezi? Azon gondolkodtam, hogy esetleg nem lehet ő a vörös pimpernel? Andrew? A vörös pimpernel? Nagyon valószínűtlen. De mondja csak, miért kezdte hirtelen így érdekelni a vörös pimpernel? Ó, csak annyira érdekel, mint az összes többi nőt Londonban. Fogadni mernék, hogy a barátja sövlen. Viszont nagyon szeretné tudni. Valahogy az az érzésem, hogy ezért jött Angliába. Nagyon furcsa, hogy nem bízik önben annyira, hogy elmondja, amit tud. Nekem? Hisz nem is találkoztam vele, mióta itt van. De azt hiszem, tényleg igaza van. Hát, ha valaki egyszer elkapja a vörös pimpernelt, az nem sövlen lesz. Ezt miből gondolja? Hogy miből? A manóba, hisz az az ember még a nyaksáját sem tudja rendesen megkötni. Jaj, Percy, hát mindig csak ez jut eszébe. Miért nem olyan férfi jön, akire egy nő fölnézhetne? És aki a támasza lehetne? A támasza? Ön talán támaszra szorul? Mi van, ha igen? Meg kéne próbálnia bízni bennem, ahogyan azelőtt. Mi értelme volna? Hisz már rég nem ugyanazt a nyelvet beszéljük. Bocsásson meg. Kövessen, kérem. Igen, uram. Kétségtelen, hogy Sövlen most már tud arról. Figyelmeztetnünk kell. Vigye gyorsan ezt a levelet Lord Dewhursthöz. Most azonnal. Kérem őt, hogy adja át Sir Andrewnak a bálban, aki miután elolvasta, égesse el. Herceg. Sir Percival Blakeney és Lady Blakeney. Üdvözlöm, felség. Lady Granville, ismeri már Sir Percy és Lady Blakeney-t? Lord és Lady Granville. A lányaim, Elizabeth és Arabella. Bájosak. Valóban nagyon bájosak. Folytassák csak. Kérem, folytassák. Ah,
Végre itt a Gerle Párizs. Jó estét. Igyunk egy kis pesgőt. Nagyszerű ötlet. Hát nem csoda szép ez a bál. Remélem, hogy az összes táncot velem táncolja. Nem, az egyik táncol már az övé. Gyerünk, Percy! Ne ábrándítsa ki a hölgyeket! A Manóba zavarba hoznak. Haragaszkodnak hozzá. A vörös Pimpernel. Írta Sir Percy Blakeney. Az a szerénységem. Ez még csak a cím volt. Mindenütt kutatják. Mindenütt keresik. De szegény franciák. Jaj, sehol sem lelik. Angyolok közt jár fönn. Vagy len az ördögökkel. Ez a ravasz. Titokzatos? Pimpernel? Hát ez igazán nagyszerű, Percy. Igazán nagyszerű. Hogyan csinálta? Egy kis költemény négy helyen is rímel. Ugye, észrevette? És egy rím rímel, ebből lesz a költemény. Ugye, érti, mire gondolok? Értem, hogy ne érteném. Percykém. Megkérem ő felségét, és az egybegyűlt hölgyeket és urakat, hogy foglalják el helyüket a menüethez. Szörnyű lehetett önnek kevés. Lady Blakeney ezt a táncot nekem ígérte. Ha megengedi. Ne felejtse el, uram. A jig az enyém. Természetesen. A franciák mind remek táncosok. Döntött, asszonyom? Nincs sok választásom. Mit kell tennem? A barátja, Sir Andrew Fook, egy levélkét rejteget a manzsettájába. Derítse ki, mi áll benne. De hogyan? Ezt a nagyszerű színésznői ösztönére bízom. Tudja, azt hiszem, önnek kéne inkább táncolnia vele, barátom. Bocsásson meg, felség. De szerintem a menüett nagyon unalmas. Ebben az esetben mit szólna egy kis kockajátékhoz? Ne, ezer örömmel. De figyelmeztetnem kell önt, hogy ördög ilyen szerencsés formában vagyok. Ennek igazán nem örülök. Kérem, foglalják el a helyüket a következő tánchoz! Nem szabad őt teljesen lefoglalnod, Susan. Mindenki azt fogja hinni, hogy féltékeny vagy. Jöjjön, Andrew. Rosszul érzi magát? Margaret! Kicsit elszédültem. Köszönöm, Andrew. Nem értem, mi történt. Azonnal szólok Percynek. Nem, ne menjen el. Csak egy pillanatra szeretném lehunni a szemem.
Nagyszerű ötlet. A füst mindig is jót tett, ha szédültem. Igen. Már is jobban érzem magam. De jó Isten! Majd én fölszedem. Nincs semmi baj. Ma éjjel indulunk Franciaországba. Éjfélkor a könyvtárban elmondom, mi lesz a teendőd. Csak még egy pillanat kellett volna, hogy megtudjam a szép hölgy nevét. Hölgy? Vagy talán hercegnő? Szégyelje magát, Andrew. Szerelmes leveleket kap titokzatos hölgyektől. És Susan erről mit sem tud. Mi lesz, ha kiderül? Csak egy kis részét tudtam elolvasni. Mondja gyorsan, mi volt az? Ma éjjel indulunk Franciaországba. Éjfélkor a könyvtárban elmondom, mi lesz a teendőd. Az aláírás. Hogy írták alá? Nem volt aláírás. Csak egy kis virág a legalján. A vörös pimpernel. A könyvtárban. Éjfélkor. Ügyes volt, kedvesem. Nagyon ügyes. Remekül kiegészítjük egymást, nem gondolja? Persze, ez mindig is így volt. Szóval itt bujkál, pedig nekem ígérte a következő táncot, maga haszontalan fiú. Bocsásson meg, kedvesem, nem sokára visszahozom őt. Fenyegetett, hogy letartóztatja Armand, ha nem segítek neki. De akkor miért jött ide mégis? Mert nem tudnám megbocsájtani magamnak, ha én lennék a felelős a haláláért. Mit számít önnek egyáltalán halál? Hisz ön az oka, hogy kivégezték Saint-Cyr Markit és családját. Ez nem igaz. Söblen becsapott. Mert elhagytam őt más valaki kedvéért. Bosszúból az én nevemet írta az elfogadási parancsra. Sohasem küldtem volna a Markit és családját a halálba. Nem tudnám elviselni, hogy miattam halljon meg. Nem vagyok besugó. Ha ez igaz, ön nagyon bátor, hogy idejött. Ostoba vagyok. Ha ez Söblen megtudja, az öcsém életébe kerülhet. Az öcsének nem esik bántódása. Amíg én élek. Valóban elhihetem ezt. Elhiheti. A szavamat adom. De hisz nem is tudom, hogy ki jön. Nem árulja el. Egy fantom. Hölgyem. Nem más, mint egy fantom. Ő nagyon is valódinak tűnik. Annyira valódinak, mint maga az élet. Olyan furcsán közel érzem magamhoz. Annyira közel, mintha itt volna mellettem. Érintsen meg. Akkor tudni fogom, hogy létezik.
Kegyetlen! Történt? Mit keresett itt Shirley? Természetesen a vörös pimpernelt. De csak egy ostoba részeget talált. Ezentúl nagyon óvatosnak kell lennünk. Tony, mi Franciaországba megyünk. Rendben. Armand élete veszélyben forog. A többiekkel mi lesz? Üzenek, ha biztonságban csatlakozhattok. A hajóm ott vár Dovernél. El kell mennünk a dagályra. Margaritnak mit mondjak? Azt, hogy szeretem. Jobban, mint valaha. Paul! Már elmegy? Akkor ugye elégedett? Nem is lehetnék elégedettebb. Holnap Franciaországba megyek, és leszámolok a vörös pimpernellel. Egyszer és mindenkorra. És megtudta, amit tudni akart? Mindent. Egyébként kedvesen, ezt a könyvtárban találtam. Bizonyára másra figyelt, amikor elvesztette. Paul, a megállapodásunk? Vissza fogja kapni az öccsét, de csak ha a kezem között lesz a vörös pimpernel. Itt vagy Franciaországban. Legközelebb gondolja meg, mibe avatkozik bele. Chivers, hol van Sir Percy? Ébressze föl gyorsan. Elment, asszonyom. Elment? Hova? Levelet hagyott önnek a könyvtárban. Éjszaka kellett elutaznia. De furcsa. A vörös pimpernel. Percy. Jó ég, mit tettem. Elkényezteti a fiút. Párnácska a királyi fejecskének, cipőcske a királyi lábakra. Nem sokára már a koronát is átnyújtja neki. Mi mást várhatnánk egy asszonytól, Saint-Just polgártárs?
Vajból van a szíve. De az már szent igaz, hogy Duval asszony ugyanolyan megbízható, mint a férj. Megbízható? Hát ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Úgy hallottam, hogy a férfinak adóságai vannak, úgyhogy biztosan megvesztegethetőek. Megvesztegethetőek? Persze, hiszen azok a banditák, akik meg akarják szöktetni a kisfiút, sokat fizetnének. Azonnal intézkedem, hogy Duvalt és feleségét elbocsássák. Gyere! Nagyon jól teszi. Halál! Ki elrablott szememből a napfényt. Nincs hatalmam ellened. Indulnom kell az árnyak közé. Egy pillanat, barátom. Nagyon sietek, Lanzsé kisasszonyhoz. Azt a hírt kaptam nemrég, hogy Chauvelin titkos üzenetet küldött Londonból, mégpedig önről. Rólam? Mit? Chauvelin tudja, hogy ön kapcsolatban áll a Vörös Pimpernellel. Én? Kapcsolatban a Vörös Pimpernellel? Ó, kedves báró, valaki megtréfálta önt. Nagyon veszélyes játékot játszik Saint-Just úr. Kérem, mondja meg a Vörös Pimpernellnek, a királypártiak majd kiszabadítják a trónörököst. Végül is nekik sokkal több joguk van hozzá, mint az angoloknak. Ha tegyük fel, tudnám ki ez a Vörös Pimpernel, de ez csak is feltevés. Ő kinevetné az ajánlatát. Hisz tudja, hogy a fiú magának kell. Nekem? Hogy átvehesse Bécsben az értajáró aranyakat, miután éppen és egészségesen átadta őt osztrák barátainak. Csak nem a Vörös Pimperneltől tudja ezt. Hát persze, hogy nem, nincs is Párizs. Köszönöm, hogy figyelmeztetett, báró úr. És most, ha megbocsát, nem szeretném soká várakoztatni a kisasszonyt. A köztársaság nevében kinyitni! Micsoda dolog ilyenkor háborgatni a békés polgárokat? Mondja már meg, hol van Lanzsé kisasszony? Hol lehetne ilyenkor ének idején? A hálószobájában. Nos, csak ön az Alfons Ponszó. Bocsáss meg, de mindenáron fel akart jönni. Nincs semmi baj, Lulu néni. Ponszó úr nagyon régi barátom. De egy kicsit korán van a baráti látogatáshoz. Kisasszony, ezúttal sajnos nem látogatóba jöttem. Azonnal le kell tartóztatnom a férfit a hálószobájában. Ez csak valami tévedés lehet. Kiről van szó? Saint-Just polgártársról? Az elfogatási parancsot maga Chauvelin polgártárs írta alá ma reggel, amikor visszatért Londonból. De hogy tartóztathatja le a felettesét, aki majdnem olyan fontos ember, mint Robespierre? A felettesét? Nem azért jött, hogy elvigye Louis Saint-Justöt? Louis Saint-Justöt? De hogy őt, hanem Armand Saint-Justöt. Itt a parancsom. Hát most már mindent értek. A férfi a hálószobámban. Nem Armand Saint-Just, hanem Louis, az unokatestvére. Azt akarja mondani, hogy ott a szobában Franciaország legtekintélyesebb embere alszik? Ha csak föl nem ébredt a zajra, jöjjön megnézni. Ne zavarjuk meg a polgártárs álmát. Én elmegyek szép csöndben. Kérem, ne is említse neki ezt a kis félreértést. Olyan elfoglalt ember. Annyi fontos dologgal kell foglalkoznia. Kérem, bocsássanak meg, hogy fölébresztettem önöket. Már itt sem vagyok. Jó éjszakát! Jöjjenek maguk, idióták! Zseniális voltál szerelmem. Mihelyt kiderül, hogy becsaptam, visszajön. Azonnal el kell tűnöd Párizsból. De te is velem jössz. Együtt megyünk Angliába. Holnap délre legyél készen. Visszajövök, érted? Nagyon veszélyes, figyelni fogják a házat. A színházban találkozunk. Menj már! Ne arra, lehet, hogy már itt vannak. Menj a tetőn át. Délben nálad vagyok. Marhaság! Louis Saint-Just úgy él, mint egy szerzetes. A saját felesége ágyába sem fekszik bele. Bolondot csinált magából az a nő. Azonnal visszamegyek és letartóztatom. Ugyan már, rég eltűnt onnan. De nem gondolja, hogy majd én veszem kezembe az ügyet, Ponszó. Ha én mennék. Tűnjön el!
Menjen Longé kisasszony házához. Azonnal jelentse, ha Armand Saint-Just oda menne. Armand Saint-Just! Duval börtönőrt és a feleségét holnap áthelyezik. Tehát végre valahára elérkezett a mi időnk. Hála neked, kedves Armand. Most jól figyeljetek. A fiút ki kell hoznunk Párizsból. Ide. Itt fogja várni Armand. Pontosan délben. Jegyezzetek meg mindent. Egyetlen hiba. És az egész forradalmi hadsereg a nyomunkban lesz. Innen tovább visszük erre a pontra. Itt vársz majd te a lovakkal. Tony tovább viszi Mont-Saint-Pierre-ig. Még te Calais-ba lovagolsz. Elhozod a hajót erre a pontra itt. És vársz. Ha már a fiú épségben a fedélzeten lesz, akkor az első dagállyal elhajózol Angliába. És te, kedves Armand, ott is maradsz. Párizsban már nem vagy biztonságban. Miért? Melyikünk van biztonságban? Engedelmességet fogadtál, amikor csatlakoztál hozzánk. De Louise várni fog. Gondolj az esküdre és tedd, amit mondok. Percy, hadd menjek érte és hadd vigyem őt is Angliába. Lehetetlen. Hogy lehet ennyire érzéketlen? Úgy látszik, még csak nem is sejted, mi a szerelem. Vakon kell bíznod bennem. És kérlek, ne aggódj Louise miatt. Kezeskedem a biztonságáért. Elhozod őt is Angliába? A szavamat adom. Jól van. Aludj egy kicsit. Egyébként nincs igazad, ha azt hiszed, nem tudom, mi a szerelem. Nagyon jól tudom. Nem lett volna szabad eljönnie. Nagyon veszélyes út lesz. Vállalok minden veszélyt, csak hogy megmentsem Percyt. Most már tudom, hogy jobban szeretem őt, mint az életemet. Nem tudom, hogy valóban helyesen döntöttem-e. Nem volt vesztegetni való időnk, az életéről van szó. Nézze! Calais! Még alkonyat előtt kikötünk. Akarod visszahozni? Nem. Vigyázzon arra a székre, még szegény nagymamám is ült benne. Vegye tudomásul, magának Sharon polgártárs vagyok, érti? Erre! Nem irigylem az új börtönőrt. Kíváncsi vagyok őt, meddig gyűrik meg itt. Na gyere, induljunk már. És mi lesz a többi bútorral? Majd az a fickó elintézi. Odaadtad neki az engedélyt és a címünket? Igen, tudom. Üdöbegszenkáv. Igen, de még sötétedés előtt érjen oda. Jól van. Ahogy a szállító munkás elment, behordhatják a holmiaikat, polgártárs. Engedjenek már! Utat! Duval asszony értékes porcelánja van benne, igen? Ja.
Szia, lovacskám! Ez lesz a maguk szobája. És ott van benn a trónörökös. Vigyázzanak vele, makacs kiskölyök. Ne féljen, mi majd leszoktatjuk a makacságról. Kezes bárány lesz belőle. A papírokat. De hisz ezt Fuké polgártárs írta alá. A Templebörtön igazgatója. Bizony, messzem, bizony. Jól van. Mehet. Kaput! Megmondtam, hogy értesítsenek, ha valami változás történik a börtönben. Úgy aludt, mint a bunda, amikor benéztem. Még most is alszik. Nézze csak meg maga is. Miért küldsz el ilyen hirtelen a börtönöt? Hisz ön üzente, hogy küldjük el Duvalt. Nem üzentem semmit. Saint-Just, nyissa ki az ajtót! Nem. Azt mondtam, nyissa ki! Ez jó lecke önnek, uram. Soha ne higgyen a látszatnak. Hm? A kaput! El az útból! Feküdjön le, felség. Itt az ideje, hogy induljunk. Gyá! Fésüljék át az erdőt! Nem mehettek messzire! Biztos a folyó felé menekülnek! Kutassák át a másik partot is! Jóságos ég, ne lőj! Percy! Már elég lesz egy golyó is. Vidd a fiú gyorsan Mont-Saint-Pierre-be. Értesítsd a hajom kapitányát, hogy változás történt. Ez alatt én visszamegyek Párizsba. De így nem mehet, hiszen megsebesült. Armand, hiába vártam.
biztos, hogy bajba jutott. Nem hagyhatom cserben. Jól van, Percy. Így né. Ég óvja felségedet. Egy úr megkért, hogy ezt adjam oda önnek. Mondd meg neki, hogy nyugodtan bejöhet. Azt mondja, nincs veszély. Köszönöm. Gyorsan jöjjön velem, uram. Ott van bent. Longe, kisasszony. Bocsásson meg neki, Sir Percy. Nincs semmi baj. Én is jól tudom, mit jelent az, hogy szerelem. Jó reggelt, Sir Percy. Megértem, hogy nemesi kötelességtudatam nem engedhette, hogy cserbe hagyja az egyik emberét. Igazad volt, Percy. A manóban. Most ön nyert. Kivételesen. De talán két ilyen férfi, mint mi, egy királyi hercegért cserébe. Még önöknek is jó üzlet volna. Nem gondolja? Bámulatos, hogy még egy kisfiú is így ki tud csúszni a kezük közül. Fogadok, hogy nagy fejetlenség lesz a tisztelt népjóléti bizottságban. Ha kiderül, hogy a fiú már nincs az országban. Ne mondja. Nincs már az országban? Úgy értesültem, hogy a szöktetésnél nem ment minden a legsimábban. Rosszul értesült. Minden sikerült. Mint most is. Most jóvá tehetsz minden. Hagyják! Őt én akarom elkapni. Nagy ostobaság volt ez, Sir Percy. Nem, uram. Csak nemesi kötelesség. Lady Blakeney, micsoda kellemes meglepetés. Én nem nevezném annak. Értesültem róla, persze nem hivatalos úton, hogy Párizsban van. Kérem, foglaljon helyet. Nagyon rövid leszek. A férjem érdekében jöttem önhöz, ezt a kegyelmi kérvényt a Velszi herceg írta alá. Tehát, ha nem kívánja, hogy mindjárt Robespierrehez vigyem el, ajánlom, hogy most rögtön engedjem be a férjemhez. Ahhoz nincs szükség kérvényre. Csak szólnia kellett volna. Látogatója érkezett. Margarit. Hagyjunk magunkra. Két percük van. Ennyit engedélyezhetek.
drága szerelem. Imádkoztam, hogy eljöjjön. Meg tudja bocsátani, hogy nem bíztam önben. Nekem kell bocsánatot kérnem. Sövlen azt mondta, szabadon engedi, ha elárulja neki, hol a trónörökös. De ha nem... Ó, Percy, belehalnék, ha most kéne elveszítenem. Sövlen tudta, hogy az önkönnyei a legszörnyűbb kínzóim. Árulja el nekik. Mondja el, amit tudni akarnak. Nem árulhatom el. És ne is kérjen erre. Kell találnunk módot, hogy kijusson erről a szörnyű helyről. Talán van egy esélyünk. Nagyon jól figyeljen. Nincs időnk, hogy kétszer elmondjam. A trónörökös élete most azon múlik, hogy végre tudja hajtani az utasításaimat szóról szóra. Gyorsan. Húzza ezt fel. Ha ezt felmutatja, az embereimnek engedelmeskedni fognak. Ki gondolta volna, hogy egy nap én is a Vörös Pimpernel szövetségese leszek? Azt hittem, Angliának akarja megszerezni a trónörököst. A fiúnak életben kell maradnia, és ezt csak ön biztosíthatja. Ezzel a papírral menjen el a trónörökösért. Mégpedig Lord Anthony Dewhursthöz. A Mont-Saint-Pierre-i erődbe. Legkésőbb holnap estig át kell jutniuk a határon. Több időre van szüksége, még sok mindent el kell intéznem, és az út is hosszú. Akkor intézkedjen gyorsan, nincs több időnk. Végre! Hát meggondolta magát? Van egy feltételem, kedves Sövlen. A feleségem, az öccse és az összes emberem épségbe vissza kell, hogy jusson Angliába. Mihelyt átadta nekem a fiút? Hol rejtegeti? Sajnos ezt nem mondhatom meg, de majd én oda vezetem. Ott megkaphatja a fiút. Cserébe értem? Rendben van. Nem lehetek eléggé óvatos. Ugye megérti? Természetesen. És még valami? Kaphatnék esetleg tiszta holmit? Ez bolondnak nézi ön Sövlen. Kedves Fuki, ha netalántán mégis a vesztőhelyre vinnének innen, ön sem venné a szívére, hogy kifogásolható legyen az öltözéken. Minden eshetőségre számít. Őrség! Ők a túszok? Milyen nemes lelkű ön? Én is számítok minden eshetőségre, Sir Percy. Ön és én együtt utazunk. Ők pedig egy másik kocsi jönnek. Egyetlen rossz mozdulat, barátom. És meghalnak. Én csak annyit kérek, hogy vezessen el a fiúhoz. Üdvözlöm, lordságodat! Louis! Felség, ez az úriember Bácz báró. Ő fogja felségedet biztonságban elvinni Ausztriába. Királyi felség, sok barát várja önt a hazámban, akik segíteni fognak abban, hogy visszakövetelhesse a francia trónt. Szerencsés utat! Ég önnel! Megérkeztünk. A csapat felével menjen előre, jelezze, ha minden rendben. Igen, polgártárs. Emberek, jöjjenek utánam!
két legyedet csapásra. A trónörököst és a Vörös Pimpernelt. Most már biztos a helyem a Népjóléti Bizottságban. Hála a nemesi becsület szóba vetett primitív hitének. Primitív? Kedves sövlenem, az önök egész bizottságánál többet ér ez a hit. Most jeleztek az erődből, polgártárs, tiszta a levegő. Köszönöm, tizedes. Maga itt marad az embereivel. Senki sem hagyhatja el a szigetet nélkülem. Ha egy órán belül nem térek vissza, jöjjenek értem. Igenis. Kocsis, indulás! Gyí! Hogy elment? Ez történt, uram. A fiú is és a Vörös Pimpernel emberei is megszöktek. Ez az ember azt állítja, hogy tudja, mi történt. Ki vele, hová mentek? Beszélj már! Azt hallottam, hogy Spanyolországba akarták vinni a fiút. És onnan Angliába. Angliába. Ahogy gondoltam. Ez az önműve. Vigyék ki az udvarra és azonnal végezzék ki. Nem! Egyetlen utolsó kívánságom van, Sövlen. Igen. Ne bántsa a feleségemet. Engedje szabadon. Őt szabadon engedem. De csak az ön halála után. Vigyék el! Várjon még! Ott halljok még én is. Kedvesem, hidd el, mindkettőnek így lesz a jó. Bízzál bennem. Még egyszer, utoljára. Ne kérdezz semmit. Visszatérek önhöz, kedves Sövlen. Éjszakánként kísérteni fogom. Balra! Át! Egy, kettő! Egy, kettő! Készülni. Sir! Tűz, te marha! Tűz! Kapitány! Uram! Kísérje ezt a két rabot vissza a kocsijukhoz. Igenis. Visszavisszük őket Párizsba. És ott majd árulásért kivégezzük őket. Én nem félek a haláltól. De ön a szavát adta, hogy Margaritot szabadon engedi. De a bűnözőknek tett ígéret érvénytelen. A Manóba. Igaza van. Ne, kedves Sövlen, ne féljen. Nem kísértetet lát. De engedjen meg, hogy bemutassam önnek a katonáit. Lord Anthony Dewhurst. Sir Andrew Fox. Lord Timothy Hastings. És én, a Vörös Pimpernel. Valami azt súgja nekem, hogy arra kíváncsi, mi történt azokkal az emberekkel, akiket előre küldött? Hm? Hm? Hm?
rúgó alá! Nagyon csodálkozom, kedves Chauvelin, hogy nem vette észre, milyen rosszul áll rajtuk az egyenruha. Bár a divat sohasem volt az erős oldala. Ugye? De miért volt ez a játék, ez az egész kivégzés? Kedves barátom, nem akartam én megfosztani önt a diadal pillanatától, de sajnos ez valóban csak egy pillanat volt. Gratulálok, Sir Percy. Most is, mint mindig, a legapróbb részletekig eltervezett mindent. Csak hogy ezúttal egy apró dologról elfeledkezett. A szigetet nem tudja elhagyni másképp, csak ha visszamegy a kocsi útra. És ha megteszi, hogy kinéz azon az ablakon, azonnal észre fogja venni a saját embereimet, akik rám várnak. A manóba. Valóban. De ha megteszi, hogy kinéz azon az ablakon, azonnal észre fogja venni a hajómat, amely vitorlát bont, mihelyt Lady Blakeney, Armand és az embereim kiadják a parancsot az indulásra. Le a kalappal ön előtt, Sir Percy. Ismét győzött. Percy! Egy úr ilyenkor mindig leveszi a kabátját. Maradjatok ott! Ezt az élvezetet nem osztom meg senkivel. Végezzen velem gyorsan. Vagy nem meri megtenni? Én mindenkinek adok egy utolsó lehetőséget. Az angolok és az az ostoba becsületességük. Valóban így van, kedves Chauvelin. Azt hiszem, ebben az esetben a becsület úgy diktálja, hogy Robespierre döntsön az ön sorsáról. Vigyék innen, és vetköztessék le. Szükségem lesz arra az elszabott ruhájára, hogy az őrség azt higgye, én vagyok Chauvelin polgártárs, személyesen. Nem megy sehová, nem engedem el. El kell mennem. Megígértem Armandnak, hogy Louis-t biztonságban Angliába viszem. Szó sem lehet róla. Én fogok Chauvelinnek öltözni, és elmegyek Párizsba helyetted. Így talán jóvá tehetem egy kicsit a hibáimat. Egyikőtök sem menjen, nagyon veszélyes. Percy, kérem, ne engedje el. Uram, itt a ruhája. Be kell vallanom, hogy ezt a szerepet nem szívesen játszottam volna el. Ez a megtiszteltetés, Armand, rád vár. Égóvjó barátom.
Párizsba tizedes, de nagyon gyorsan. Minden rendben, Percy. Akkor gyorsan szálljunk hajóra, és induljunk Angliába. Mindenütt kutatják, mindenütt keresik, de szegény franciák jaj sehol sem lerik. Angyolok közt jár föl, vagy lenn az ördögökkel. Az én egyetlen szerelmem, Pimpernel. A Manóba. A hölgy valóságos költő. Magyar hangok. Csernák János, Frajt Edit, Dörner György, Balázsi Gyula, Borbás Gabi, Józsa Imre, Kalocsai Miklós, Tolnai Miklós. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Hangmérnök Gellén Attila. Vágó Zöld Zsófia. Rendezőasszisztens Fodor Ilona. Gyártásvezető Zorkóczi Erzsébet. Szinkronrendező Bajor Edit. A szinkron a Magyar Televízióban készült.